Mogli, mamo, to mi ravete necítivé té měžbě. Jo, kapáto. Ten kapáto, medium Je large. út kapáta, ale. Igen, fontos, amikor felkötöztem, szépen ki van tisztítva, megnőttek, Nagyszerű. kezdtek nőnek. Állok neki gyerekek lebontani a falat. Mert nincs mire várni. Tehát akár, hogy is döntünk, a dizájnt illetően, az elosztást illetően, ez a fal ki kell jöjjön, mert ez túl keskeny. Ennek a falnak a nagy része, ahogy engedi, ki kell jöjjön. Kémény persze marad. És a kamrának a hátsó fala is ki kell innen jöjjön. De ezt utoljára hagyom. Előbb vegyük ki azt a falat, és ezt itt a kéményig, és fent ezt pedig végig. Reggelire egy kis jó, friss, illatos epér. Gyönyörű. Mi a helyzet, gyerekek? Veregetem kifelé falacskát. Kibiza. Nagy kalapáccsal. Itt már nem vártam le ezt a maradék vakolatot. Végül is nem is kellett volna annyira levárjam a vakolatot, mert könnyen jön ki már kalapáccsal, ütöd meg szélre a téglalkocs suvadnak befelé. De azért akartam így nagyjából levárni, hogy lássam, mi hó van. Na, de ez így ki fog szépen suvadni, az egész falat ki fogom verni, és ennek nagy részét odáig, és ennek megnéztem csak az alsó fele tégla, idáig gerenda, hogy megmarad ugye ez a gerenda a függőleges, az amelyik megy úgy, még meghagyok, hogy hármat, négyet. Ma csak idő van, odakint dörög, esik. Na hát nagyjából kivertem ezt a falat. Ott maradt még egy kevés. De mit csináljak ezzel a maradékkal? Ki kell vegyem ezt is. Nem, mert keményen nál úgy néz ki, mintha tartaná, de nem tart semmit. Szerintem csak azért rakták ide be, hogy az ajtónak ugye legyen tartása. És hogy a falnak is, a téglafalnak adjon egy kis tartást, de nem is jön végig, itt már kibontottam. Tehát látszik a másik két gerendán is, hogy ezek épp gerendák, nincsen tódás bennük, mennek ki végig. Testkére be van szorítva, hogy ja, hogy tudom ezt szétütni. Kéne egy láncfűrész, de most pont nincsen. Neki kell egy kalapáccsal felszívvel szétverjem. Na, hát kivettem az ajtókeretet, és ezt a két gerendát, ami így volt, maradt még három gerenda, össze vannak ezek fogatva keményen, és ez olyan erősen állott, az is ott fent össze van, egymásba van így ékelve. Ütöm az alját, de meg sem mozdul. Kicsit nyomja a ház, meg gondolom úgy rakták be kemény előbb a fent, csak akkor bent így helyre verték, és hogy keményen álljon, tartsa az ajtót, a nagy téglafalat. Na mindegy, kiverem valahogy. Gyerekek, total distraction. Szétvertem mindent. Hát még nem minden, de itt ki van várva a fal. Hát egy darabkot maradt, nem tudtam kiszedni, már annyi tégla volt. Ott is kivertem. Itt is kivertem egy ennyire, most még épp egyet megálltunk vacsorázni anyával. Ő festi ki a fákot. Most kiverem még itt ezt. Olyan jó nagy lett a hely. Ja, amúgy mondtam, hogy lát nem is csináltam az a videót, az utolsó kettőt. Ja, nem, persze, hogy nem csináltam, itt van. Ketté kellett, aztán vágjam. Még közben jött a szomszéd, és jött füvet kaszálni, és bejött, segítette kiütni ezt a izét, úgy be volt ide szorulva, és fenn még két nagy bazi szeggel belé volt. Fogadva ott van az egyik szeg még. Szóval ketté vágtuk itt, lehúztuk, a másikat lehúztuk, a gerendát, ezt kifeszítettük. Na. Az a gerenda, két függőleges, ami a kémény mellett van, és felfelé a
A másik kettő. De jobb, ha több marad, legyen jobb tartása. Nekem úgyis mindegy, csak az ajtó férjen be, tehát kiveszek még onnan vagy kettőt, vagy hármat. Itt pedig meglátjuk, mikor kezdem elbontani, meglátjuk, hogy adja. Az is lehet, hogy ezt a felit hagyhatnám. Csak kivenném téglafalat, az ajtókeretet, és még egy-két gerendát, és akkor maradna ez a fele. És felül ott egy, ott is vagy három gerenda, vagy négy. És a többi itt elég lenne nyitott résznek. Na lám, bontogassam, és aztán kiderül. Oké. Okay. Ja, gyűlik itt a faanyag. Milyen szomorú idő van. Milyen állat ez? Ó, egy sünike. Ó, egy süni disznó. A gyerekek mit szóltak? Kivertem rendesen. OMG. Egész nap vártam. Egész nap vártam. Rohadt falat. Van kis vízhólyag is van itt ott a tenyeremen, nézem. De nem számít, a lényeg az, hogy ki van verve rendesen. Az egész kamrafalat kiszedtem. Ott lesz a bejárat ugye hátulról, hát a nappaliból, fürdőszoba felé. Jelenleg jelképzelés szerint itt lesz egy fal, tehát kb. 2 méternél. Eddig 1,20 volt ugye a kamra, kihozzuk egy kicsit ide a falat, ahogy sokan ajánlottátok. Kb. Ide fog neki menni az ablakszélének. Ezt vagy berakjuk, vagy nem, majd meglássuk. Mivel nem fog belásni se a kamrába, se a fürdőbe. Innen a konyhából lesz egy bejárat a kamrába, így leválasztva kb. 1 méteren 1,20. És akkor a többi fürdőszoba lesz 2 méter széles, kb. 3 méter, 3,20 hosszú. Attól függ a kamrát, meg mekkorára hagyjuk. Na és akkor a többi az itt mind konyha lesz. Ugye most már szépen gyönyörűen egybe van nyitva a nappalival. Hát még fentről ki kell vegyek pár gerendát. Eredetileg ki akartam teljesen venni ezt a falat arra felé. De most így nézve lehet, hogy jobb, ha ott hagyjuk. Ide ad egy kis karaktert konyhának, oda be lehet valamit tenni a sarokba, a hűtő lesz egyik sarokba, lehet pont ott lesz a hűtőszekrény. És akkor a kályha valahol ott a nappali meg a konyha határán. Jó lenne egy főzőkályhaszerűség. De melegítő a nappaliba, kicsi főző résszel a konyhába, és valahogy egy kicsit belógjon a fürdőbe, és azt még nem tudom, hogy lehet megoldani, de adtok tanácsot, tudom. És akkor megoldjuk valahogy. És akkor itt lesz a fürdőszoba. Mit tudom, a beosztás nem számít, zuhanyzó, kagyló, WC, kis spanyol fal alá választva egymástól. A villanybojler a falon való felakaszva, mosógép jöhet a konyhába. Ez ebbe is igazatok volt. És akkor ezen a falon ugye itt lesz egy dolgozóasztal, a konyha, itt lesz egy dupla kagyló, mosogatókagyló, fent valami szekrények, alul a pult, alája a mosógép, de ha befér, lát a mosógép is megy a fürdőbe. Na, így néz ki a nappali felül. Hát megnyílott a tér, mi? Megbízom. Na fasz, nekem tetszik, ha így képzeltem el. Mondom, azt a falat szerintem nincs, amiért bántsam. Még kiveszünk 2 gerendát, vagy 3-at. A felit kb. A falnak kivesszük. És jó van az úgy. Máma, kész vagy-e? Igen, Jusko, itt a húzok, hogy mondták. Igen? Én úgy hívani hátra, vársz. Hátra, hátra, épp fejezzem be a videót. Na, és itt még ki kell venni. Még, hát itt is, vagy 2-3 sort. Most kb. Akkor, hogy be tudok menni. Na de ugye, hogy ide ajtót tudjunk tenni, egy kicsit meg kell nagyobbítani a nyílást. Villanypásztor szépen keceg. Na tehát a 2 gerenda itt a kémény mellett, ez megmarad. A muszáj megmaradjon, ugye, mert ezt tartja
az egészet. Felmegy, oda átmegy, itt is felmegy, átmegy. Jó, meghagyunk néhány gerendát. Jó lesz így, gyerekek, azt hiszem, jó lesz. Ja, így most nem, azt hiszem, nem veszem ki ezt a falat. Itt is az a helyzet, hogy egy kicsit ki kell venni mondjuk két gerendát, és akkor ez a rész itt maradhat, az nem zavar senkit, meg fent se zavar senkit, az a, mit tudom, ha 40 centi, 50. És ott is kb. Így képzelem el, hány gerenda van ott. Hát a felső ugye az marad. Többit végül is mind ki lehetne szedni. Tehát van itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilyen vékonyabb gerenda. Ki lehetne mind szedni. Lehet, hogy jobb lenne, úgy könnyebb lenne azokat kiszedni. De elég kiszedni, mondom, 2-t, 3-at is. Mit szóltok? Tanácsoljatok meg ezzel. És akkor innen ugyanaz a helyzet. Kell itt vágni, leverem a vakolat, hogy itt lécezve van. Mi az izé szalmával, vagy náddal, szalma, úgy látom. Tapasztva a lécre. És akkor itt be van itt. Ide sáncozva, ez a fel lesz könnyen kijön. És a másik felén akkor csak láncfűrésszel. Pak-pak, miután le van várva a tapaszt mind a két feléről. Akkor levágjuk, kiveszünk egy-két gerendát. Menjünk fel végig itt is. Ha úgy értem, hogy csak egyet hagyjunk. És ott is egyet. Vagy ez túl gyenge lesz. Hát ezek olyan túl sokat nem tudom, tartnak-e. Na mindegy, kiveszek vagy kettőt innen, és onnan vagy hármat. És akkor megnézzük még hónap. De addig jöhettek a tanácsok kommentbe. Na mit szóltok? És egyelőre a hálószoba meg ez a fal marad, nem nyúlok hozzá. Ott fent egy kicsit gőrbe le van szólva. Jó. Szia, máma! Szia! Nézzétek meg, mi szuvatot meg téglát kihortunk ide ma anyával. Hát tegnap már egy részét kihortuk, de kihánytuk, bocsánat, az ablakon. Hánytuk az ablakon. Mert ide ugye azt tervezzük, hogy folytassuk azt a tornácot itt, meg ott egy kicsit bevesszük a kanyart, hogy találkozzon a lépcsővel, talán egy kicsit tovább is. És ide a töltésnek pont jó lesz. Na! Úgyhogy ezt csináltuk, már nem egész nap délután jöttünk ki. Három után 4 óra volt, mire nekifogtunk, úgyhogy most 8 óra, egy 4 óraskát takarítottunk, hordtuk kifelé téglákot, szuvatot. Nem lettünk meg teljesen, de a hónap azt már 1-2 óra alatt a maradékot. Meg itt még leverem a levárni valót. Na, alakul a molekula.